Sziasztok, ez itt a Bögre csatornán, Balázs vagyok, és folytatjuk a svéd Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Ahol még mindig nincsen industrialization, iparosodás, úgyhogy ez lehet gond. Lehet lehetőség is, de lehet gond is egyébként a maga módján. Azt nézem, hogy most hogy állok, hány tábornokom lehet. Pont majdnem kimaxoltam a force limitet. Szóval hány tábornokom lehet? Lehet 13, hát ez fantasztikus. Akkor csináljuk azt, hogy legyen 13 tábornok. Ezt valóban be kell állítani, hogy ne hajjon éhen. És akkor még kettőt tudok ezen túl beállítani. Polosznak el kéne kezdeni a beintegrálását, a nektálását. 63-ra datálja vagy tagsálja ezt. Egyébként ez gyorsabb lesz valamivel, ha jól számolom, meg jól ismerem a mechanikákat. Csak el kell tenni egy kis időnek. Amúgy lehet, hogy nem. Lehet, hogy ebben tévedek. Jó, megkapták ezek a tábornokokat. Több tábornokom azt hiszem nem lehet. 13-13. Akkor lehet, hogyha megint bővítem a... Lost a claim to the province. Oké, nem érdekel. Szóval, hogyha megint bővítem itt az épületek segítségével az építhető egységek számát, plusz 2, ugye rakjuk úgy, hogy free slotok szerint sorba, mert akkor nem veszünk el semmitől semmit. Ez a plusz 2-re megyünk. Valamennyi pénzt szeretnék megtartani, mert amennyiben tényleg majd le fog jönni az iparosodás, akkor biztos, hogy nagyon drága lesz. Úgyhogy azt jó lenne, hogyha azonnal be tudnám húzni. De közben meg csak kéne nekem az a másik dolog is, ez a hegemónia. Valószínűleg itt majd, itt a quantity-t, ha megveszem, az mondjuk adna, nem? A garrison size, land maintenance, nem, land attrition, itt van, a legesleg véget, a jó ég. Vigyétek a pénzhausra és ne is halljak felőletek. Valami lázadás van, oly, pont rám spónoltak a lázadók. Hát akkor nagyon szívesen, úgy örülök, hogy segíthettem. Pénzzel támogathattam az osztrákokat. Ez mindig öröm. Egy kis plusz tax. Jó, a force limit növelés az ugye... Azt hiszem itt volt. Nem, az pont nincsen. Akkor igazából ez mindegy. Amivel még tudnánk esetleg javítani, az ugye az autonómia csökkentése. Ez kicsit messzire visz, de az autonómia csökkentése végül is segítene. De ahhoz arra van szükség, hogy legyen nekem egy jó, magas adminisztráció, legyen governing capacity, az magas legyen. Lehet, hogy itt is van valami. Ezek között lehet, hogy van egy, amelyik növelné a lehetséges és szóba jöhető számát, vagy növelést a hadsereg számának. De nem fogom végignézegetni őket sajnos, akármennyire is menő lenne, de nem fogom ezeket végignézegetni. Inkább megyünk fejjel a falnak megoldással, és akkor például Zulu ellen imperializmus, például azt, hogy itt az igazán gazdag területeket, amik ki tudja, hogy mik, például ezek nem azok, de ez, Trakai, akkor ezeket hozzáadom a teritorikhoz. Nem, hozzáadom a state-ekhez. Most kulturális változások zajlanak, de ez mondjuk annyira engem már nem érint. Conversion successful. Jó, mindjárt mindegyikkel törődök és foglalkozok. Ugye a bulla, imperial authority, ez teljesen rossz az én szempontomból. Tehát ezt hozzáadom. 30-ral növekszik. Jó, és akkor még be kell pluszban magvasítani is. Ami meg 74 pont, de szerintem most pontokból így jók leszünk. Mennyiben fog ez kerülni, hogyha tényleg nem jelenik meg? Hát alapból jövőre kéne megvenni az új teket. És fizetünk itt a plusz 25%-ot, mert hogy nem, nincsen industrialization. Ez nagyon fura, hogy ilyenkor is hogy fizetni kell pluszban, érte? Ezzel nem vagyok óriási rajongója, hogy nem spawnolt le, és akkor is azt mondja, hogy hát attól még drága. Sajnálom. Mihez képes rá, vagy miről beszélsz? Jó, Sandom, mihez is kell nekem, és ezzel már túl fogjuk lépni a kapacitást. Úgyhogy ezt megpróbálom növelni, ennyivel tudtam. Viszont a magvasítást még nem végzem el.
készülnek a conscription centerek. Ez most így azt jelenti, hogy 706. Ugye ezerig kéne felmenni. Mind közben üti a magyarokat, valamiért, ki tudja, hogy miért. Ezerig kéne felmenni, és aztán pedig felsorakozni az oszmán határon. Ők visszaestek 535-re, és nulla manpower. Most kéne megtámadni az oszmánokat, igaz? Ebből kiindulva. Nagyon sok felé vannak a seregeim. De szerintem most kéne támadni, mondjuk a manpower nekem sincsen a maxon. De azt mindig tudok innen nyerni, ha nagyon szükséges, 58.000 manpower-t. De ezt lekoordinálni, az egy rémálom, ez a muszáj egyébként. Tehát most én azt mondom, hogy nem nagyon van más lehetőség. Meg kell most támadnunk az oszmánokat, és hát ha valaki szintén majd ilyen külön háborúban, de becsatlakozik a vérontásba. Többen vagyunk, jobbak vagyunk, jobban felszereltek vagyunk. Talán. Így. Szépen felsorakozunk az oszmán határon. És hát az összes cél, amit meg tudunk adni, az ugye Konstantinápoly. Nem megyünk a kontén hegemónival. Bár, hogyha kettő ugyanaz, akkor akár mehetnénk azzal is. És lehet, hogy lenne valami extra hatása. Csak egy kipróbálni a kontén hegemóni Kassusberit, hogy milyen. Elvileg el tudom venni ugyanolyan áron az összes területét, amilyen van. Na, megjelent az Industrial Revolution, hál' Istennek. Hát nem nálunk jelent meg, szintén hál' Istennek, de mindegy. Én azt mondom, hogy akkor meg tudom venni, megint csak negyedjel hál' Istennek, meg tudom venni ezeket a tekeket. És meg is veszem, most nem fogunk arra várni, hogy itt elkezdjen leszpónolni, annak ellenére, hogy szépen terjed. Annak ellenére most ezt nem fogom megvárni, majd 15 év múlva megvesszük. Majd 15 év múlva befogadom ezt, és akkor majd tudjuk olcsóban venni, így sem vészes az ára egyébként. Gyalogság és lovasság az újfajta egységek. Impulse Infantry és Latin Lances. És akkor én azt mondom, hogy nyomjunk egy háborút a Contain Hegemony Casus Belli-vel. Ja, fun. Totál nem ijesztő megtámadni az oszmánokat. Az a jó hír ugye, hogy ők nekik most nagyon rossz a... Mert lehet, hogy a franciákról is háborúznak? Nem. Ott volt egy francia sereg teljesen ok nélkül. Szóval nekik most nagyon rossz a manpower-ük. Nekem meg nem nagyon rossz. Igazából ennyi. Ja, te oda mész. Te oda. És akkor nagyon figyelnem kell, hogy honnan fognak előbukkanni az ellenséges seregek. Az nem lesz mindegy, mert ott kell majd nagyon odafigyelni. És akkor persze rengetegszer átlőhetjük az falakat, meg ilyesmi. Emperor Council of the People, 5 legitimáció, vagy minusz 2 National Arrest. Legyen a minusz 2 National Arrest, még akkor is, hogyha a világ összes pénze rámegy. Most ez jobban megéri. A flotta a 451-es, azzal tudja, hogy nem tudom felvenni a versenyt, úgyhogy az én flottámat én vissza is küldöm oda. És akkor nézzük, hogy... itt van Tunézia például, ugye ő is benne van a háborúban. Megvan Viszok Jostroma, tehát ő elindul ugye a spanyolok felé talán. Mint hogyha arra ment volna. Te be tudsz menni Belgrádba? Bebizony. Jó, hát amit amúgy, ha megnyerném valahogy ezt a háborút, tudom, hogy itt sok helyen nem most romlok, de ezek szándékosan vannak. Nem akarok mindenkit egyszerre ráküldeni az ellenségre, mert ki tudja, hogy mi lesz annak a vége. Legyen egy ilyen hátsó sor is, akik így tudják egymást támogatni. Bár akár mehetünk is. Te oda mész, te meg oda. És akkor ezekkel így betámogatjuk őket. Mondjuk így. És amíg magukhoz térnek az oszmánok, addig szépen én tudok ügyeskedni. Ott van a nagy flotta például. Most kiürítettem az országomat. Tehát látjátok, hogy nem maradt otthon senki, de senki. Mondjuk ez nem ideális. Mert láthatóan ilyen tök fura irányba gondolkoznak.
a tunéziaiak, mint hogyha erre Spanyolország, Franciaországon át akarnának jönni ide Bourbain-be meg Dauphiné-ba. Ott egy nagy győzelem, amit mi arattunk nagy győzelmet, persze nagyon sokan jönnek, de hogy ez egy nagyon szép szekvájp volt ugye az elejére. És akkor most kellenek a segítségek minden irányból. Ezt valószínűleg ezt a család el fogom veszíteni, de tudok ölni sokat. Még ez is, és ezt már nem. Tehát itt vissza kell vonulni. 10 000 ember, 14 000 ember halt meg nálam, náluk sokkal több, tehát nem ez a 16, amit mutatnak, mert stackwipe voltunk is egy egész sereget. És valahol itt kéne egyébként, nem is Szerkesziánál, hanem itt Abháziánál kéne megállni. És ott várni az ellenséget, bár most ők meg körbe mennek. Abháziából odaérünk 17, és hogyha tempósan megyek, 14, tehát mindenképpen ők érnek oda először. Akkor ne tegyük ezt, hanem menjünk be Kubánba, hiszen ott be tudunk állni a folyó mögé. Magyarba kellett volna menni, na mindegy, így is jó. Mondjuk ezzel, hogyha után tudom itt pótolni az ellenséget, az akár még működhet is. Tehát akkor úgy tűnik, hogy itt akarják bevédeni az oszmánok a területeiket. Itt rakták a seregük nagy részét. Persze, nem, úristen, hogy lettek 858 000? Are you fucking kidding me? De várj, most ez komoly kérdés. Hogy lettek 858 000, mikor nulla volt a manpowerük? Honnan húztak elő 400 000 embert? Hm? Mi, ez mörkök, vagy micsoda? Ez kicsit... kicsit furának hat. Maradjunk annyiban. Itt mindjárt előbukkannak. És itt sajnos előnyben lesz a... sereg. A rossz sereg. Te ide. Tehát az ő seregük előnyben lesz. Na jó, oké, hát ez tök jó. Mindegy, ha elérünk Konstantinápolyig, akkor onnantól kezdve már van egy pici előnyünk. Még nem tudok oda bemenni, hiszen az erődök fogják ezeket a részeket. De ide le tudok menni. Az 54 000-es sereg is. Hát lehet, hogy erre a frontra kéne dobni, vagy legalábbis erre a frontra. Be tudok hívni szövetségeseket. Kilva bejönne segíteni. Na, Kilva, barátom. Hát mit hallok? Gyere már. Tök jó lesz. Főleg neked ott délen, de tök jó lesz. Ott van egy lehetőség lecsapni. Ezt meg tudjuk ölni szerintem. Egy kicsit álljunk meg még. Ah, menekül, aha. Akkor viszont főleg... Én támadok a domnak felfelé. De ez egy jó csata lesz szerintem. Itt pedig ostrom győzelem, ahogy mindig nem tudunk átmenni még itt. Jó, tehát még Konstantinápoly nem nyílt meg előttem. De ez egy nagyon szép győzelem itt. Nagyon szép stack vibe, de jó ég. Miért járkálnak erre a spanyolok? Ők nincsenek benne a háborúban. Azt mégis itt mászkálnak. Itt majd egy másik csata is lehet ebből, ami azért lenne szuper, mert miért van még mindig gyorsban, mikor specifikusan kértem, hogy ne legyél? Ó, és hogy már nem kapjuk el. Oké, nem lett szuper. Az egy elég komoly összecsapás ott, és nem ment tovább mind a két sereg, csak az egyik? Hát ez zseniális volt. GG. Ezt én rontottam el. Mikor vonulhatok vissza? Még 3 nap. Most. Vissza kell vonulni, nem nagyon van más megoldás. De legalább itt ez az ostrom tud haladni. Szóval nekem az is jó. Ott a hegyekben fog eldőlni ez a hát nem ott fog eldőlni a háború, de hogyha itt morzsódnak az oszmánok, nekem az is jó. Miközben mi itt a balkáni részt abszolút foglaljuk. Tehát ha a Balkánt cserébe elfoglalom, miközben itt zajlik egy ilyen állóháború, az szerintem szuper. Próbálok visszalépni itt.
hogy mindenképpen folyón át kelljen menniük, hogyha megtámadnak. És meg is van az első ostrom, van még egy másik is. Elfozil, ő mondjuk mehet. Thank you. 2-4-6, na erről beszélek én. Nagyon szép. Tehát meghalt az nem tudom, 0-2-1 vagy milyen örökös volt, nagyon gáz volt. De most a 2-4-6, az sokkal jobban, az 12-es. Ezzel már tudok dolgozni. Na figyeljük, hogy mi is. Várj, te innen át tudsz jönni ide egyből? Át, akkor ott az jó lesz. Miközben még egy ostrom, és ezzel szerintem megnyíli Konstantinápoly felé az út. Úgyhogy let's go. 0%, de amint meg lesz a war goal, onnantól kezdve szépen ez felerősödik. Az nagyon sokat fog jelenteni war score tekintetében. Megvan Belgrád. Én azt mondom, hogy itt kezd el elfoglalni ezeket a területeket, ami még nincsen elfoglalva. És itt, aha, most csapnak le rá. Na ezt nem fogom tudni visszaütni. 164 ezer. No. Jobb lenne, hogyha amúgy el tudnánk innen menekülni, de nem tudunk. Nem tudunk elmenekülni. Szóval csak visszalépek mindenkivel, akivel viszont tudok. Ez egy halál lesz, tehát ennek a hadseregnek kb. Vége. Szerintem, ez nem fog kibírni még egy hetet. Az ellenség szorításában. Jönnek végül Tunézia, vagy így nem jelentek meg? Úgy döntöttek, hogy nem fontos. Ez február 10, még 3 nap. Na, most vissza tudnak vonulni Azovba. Miért nem akarsz visszavonulni? Hostile Fort. Várj, milyen Hostile Fort blokkol itt Azovban? Mi az, hogy... De hát ez nálam van, ez az erőd. Miért mondja azt, hogy ez blokkolja a visszavonulást? Ez remek. Jó, végül is vissza tudott vonulni. Nagyon sokan meghaltak, 17 ezeren, de vissza tudott vonulni Harkovba. Ez mi is? Ja, igen, ezeket magvasítsuk be, köszi. És akkor ő elkezdi ostromolni, amúgy az hegyekben álló erődöt kezdi el ostromolni. Ami nekem abszolút győzelemként hangzik. Siessünk közben az átütéssel. Mert akkor most akár le is csaphatnék rá. Az más kérdés, hogy olyan 28 ezer, meg mit tudom én. Szerintem meg tudjuk verni. Csak 28 ezer, nem, 141 ezer, de 28%-ra indul az ostrom. Ez a trükkös. Szerintem meg tudjuk verni, hogyha különböző időpontokban érünk be. Elindulsz te, nagyon gyorsan, jössz te, és aztán jöttök ti. Mindenki ott lesz, de jó ég. Diplorep, diplonexation cost csökkentés, tök jó, úgyis anektálunk. Oké, eddig nagyon jó. Úristen, micsoda epikus győzelemnek ígérkezik ez. Az nagyon szép volt. 31 ezeren haltak meg nálam 15 ezeren. Az, wow, azt oda tették. Azt oda tették a srácok. Jó, neked kell töltődnöd. Neked nem, úgyhogy te mehetsz oda ostromolni, plusz csatát vívni, te pedig menj oda, mondjuk. Ez pedig egy sima stack wipe lesz valószínűleg. Várj, ide vonult vissza az ellenség? Még azt nem láttam én, hogy oda vonul vissza. Az kicsit elkapott, és nagyon csúnyán meg is semmisítette ott az embereimet. Ajjaj, ez nem jó. Ez sokkal jobbnak tűnt elsőre. Jó, az úgy meg lesz. Talán, bár jön az erősítés. Közben itt azért nagyon szépen állunk ezen a fronton. Itt van 15 ezer. Az 54-eset vigyük már át oda. És van egy szabad tábornok? Van. Akkor menj át oda. Bár ott van az a 61 ezres is. Hát igen. Megvan Temesvár ostroma. Most nagyon sokan lettek itt. De hogyha mi ölünk, az már jó. Szép. Megvan. Elvileg nekik már manpowerük nincs. Oké, ki vagy van 30 ezer. És akkor vonuljunk ezekkel a seregekkel mégis csak visszább. Ők meg menjenek, kezdjék el akármi ostromát, hogyha nagyon akarják.
Én meg itt megpróbálom harapófogóba venni őket. Hiszen most azért itt nagyon sok oszmán van. Az ott egy stack wipe. És akkor te meg utólag érj be. Próbálj meg egy ilyet beadni. Itt lesz egy folyó átkelés. Ami minden csak nem ideális. Az, hogy a folyó átkelésre is még mókolni kell. Hogy állnak a kilvai testvéreim? Nagyon jól, csak így mennek fölfelé felső Egyiptomban. Hát ez trükkös lesz, ez a következő támadás. Még azt lehetne megcsinálni, hogy itt kicsit konszolidáljuk a seregeket. Hogy teljes erővel, erőbedobással tudjanak küzdeni. Annyi, hogy nagyon sok az ágyújuk. Ami talán nekem segítség lehet, hiszen akkor az ágyuk az elsősorban kényszerülnek, és ott meg is van 21 ezer. Ez az, hogy nem egyszerre küldjük be az egységeinket, ez azért láthatóan nagy segítség. Tehát nagyon sok esetben az segített. Ú, de sokan jelettek itt. Igen, ők valamiért így azt érzik, hogy itt kell visszaverni a támadást, pedig hát aligha. Ez a legfontosabb rész. Megvan Konstantinápoly ostrom a 17%, ezzel a háború, állása, és akkor viszont koncentrálhatunk nagyobb erőkkel itt a keleti részre, ahol láthatóan, nekem is láthatóan az AI is oda koncentrál, az ellenséges oszmán birodalom. Itt most én támadok, tudom, hegyekben támadok, az nem ideális, plusz nagyon sokan vannak a környéken, de azzal, hogy elosztjuk a beérkezést időben, szétosztjuk, ez meghozza a győzelmet. Konkrétan ez hozza meg. Ha egyszerre küldtem volna be, akkor meghalnak ott, így viszont, mert meghalunk ott, így viszont majdnem kétszer annyit öltünk, mint amennyit haltunk. Ami egy egész jó helyzet. Ti arra menjetek, ti... arra, és ti pedig szintén arra. Itt azért vannak még elég sokan. 625 ezer még mindig a mérete az oszmánoknak. Az nem elhanyagolható. Hú, na most, hogy ki hol üt mit, az egy nagyon jó kérdés. Például az volt egy rossz csata. Te meg nem fogsz bejönni oda időben, hogy segíts rajtuk. De ez meg egy jó csata. Az egy ráadásul egy stack wipe. Szóval nem csak simán jó csata, hanem nagyon jó csata. Itt utolérhetném hány embert? 8. Mikor érek be? 7. Onnan kilép. 6. Várj még 2 napot. És akkor most, hogyha beérünk oda, 9. akkor elvileg nem kell mindenkivel megküzdeni. Kit ott látunk? Ez beér időben? 30, igen. Az beért oda időben, is tudott is segíteni. Mondjuk itt is jönnek segítségek, tehát még lehet, hogy ez lesz rossz. Temesvára kaptam egy klémet közben. De már a killek szempontjából ez jó lesz, és megvan a csata is. Nem érnek be időben az a 80, meg a 110 akárhány ezer. Viszont ezeket én összevonom, és ezeket ki kéne hozni. Ki is tudom hozni, hoppá. Akkor meneküljünk velük ki, itt Alania irányába. Amíg megérkezik az erősítés. Például mondjuk ti, ha lejönnétek onnan, az egy stack wipe, és ez is nagyon jól alakul. Tehát még mindig van 120-240 ezer sereg, ami sok. Viszont onnan ki tudunk menekülni. Az, hogy egyébként itt miért tudnak átsétálni, mikor ez az erőd nálam van? Ez az erőd nagyon bagos. Ezen az erődön most látom, hogy nagyon bagos. Tehát nem engedett minket kijönni innen. Valószínűleg az, hogy itt egymás mellett van két erőd, az okoz nekik nehézséget az AI-nak, hogy így jól értékelje a dolgokat. De több függetlenül ez engem nem boldogít. Sőt, nagyon szomorúvá tesz, hogy ez a helyzet. Próbálok itt okosan elosztani az egységeimet. Ő meg elvileg eszi a lemorzsolódást, de szerintem aktuálisan nem. Mert akkor nem lenne 53 ezer manpower reserve-je. Kicsit röhelyes. Itt nagyon sok seregem van még ezen a fronton. Szinte teljesen fölöslegesen. Úgyhogy megpróbálom őket is átdobni erre az oldalra. Mert innen nem tudunk átmenni, ugye? Tehát ide nem tudok átmenni, mert a flotta az őrzi ezt a szorost. Annyit tudok, hogy megkerülni. De ott meg nagyon szépen amúgy bevédték.
A szerencse az, hogy Kilva jön délről. Az azért még sokat számíthat a nap végén. Ó, ez mondjuk most jó, Proclaim Holy War. Manpower Recovery Speed és Land Maintenance. Főleg a Manpower Recovery Speed az, ami most jól fog esni. Megint oda felsorakozott mindenki, meg az anyja. Jó ég. Azok aztán nem viccelnek. Próbálj megint egy ilyen staggered beérkezést. Hogy nem egyszerre megyünk. Nálam az előny, ez nagyon fontos. Én vagyok előnyben. Ne úgy, hanem így. És te is így. És te vezeted a támadást. Már ott akartam csinálni egy ilyet. Manpowerből jól állok, bár van 83 000, amit vissza kéne tölteni. 7%. Jó. Na vajon bejön a taktika megint, avagy nem. Ne te vezesd a támadást, te utólag érkezz be, lehetőleg legutoljára. Mert nincsen tábornokod. 353 000 versus 184 000. De ugye ennek nagy része nem tud harcolni az oszmán oldalon a 351 000-nek, mert az egész körön combat width az 40 000. Úgyhogy szerintem ez jó. A morálunk magasabbról indul. Nagyon szépen dúrjuk le őket. Nagyon-nagyon szép támadás volt. 35 000 halott ott, nálunk 20 000. És ezzel vissza is vertük a támadást. Van, aki most ide vonul vissza? Mert le kéne azokat követni. Te kapsz ide magadnak egy tábornokot. A többiek meg... Hát a többieknek itt kéne megállni, az a helyzet. Szerintem van, aki terekbe vonul vissza. Nem. Nem terekbe vonulnak. Hova vonultok vissza, tesókáim? Nem derül ki. Nem messzire vonulnak vissza egyébként az ellenségek, az a trükk. És ez nem jó hír az én számomra. Tehát ott már megint összeszedték magukat, valószínűleg erről fognak most jönni. Következőnek. Vagy pedig erről. De amíg itt igazából álló háború zajlik, addig meg a kilvajak jönnek délről. Akábbis ez a remény, egyébként annyira nem jönnek. 23%. Tehát 100%-nál alábra nem adjuk, ezt így most mondom. Ez, meg ez Ausztriának megy, ez biztos. De én magamnak kérem el, mert hogy most ki kell maxolnunk majd a warscore-t. Talán ezek is mehetnének Ausztriának. Én magamnak, amit elkérnék, azok... Hát ugye itt minimum ide, ez a rész. Tudom, hogy azt mondtam, hogy Balkán, de ez most jobban zavar itt. Tehát mondjuk addig a határig. Krím. Így. Ezt mindenképpen elkérni magamnak, ez már 55. És feltéve, hogy lesz még egy háború, szerintem lesz, akkor meg érdemes bejönni idáig. Bár az is igaz, hogyha Konstantinápolyt elveszítik, az nekik nem olyan nagy probléma. Neki mondanál inkább, mert akkor ide kell menni ostromolni, így pedig az, hogy a Vorsk, azért, hogy a Vorsk elkezdjen kattogni, így viszont nem. Viszont ez már 102 overextension. Mindenképpen létre kell majd itt hozni valami országot, mondjuk Bulgáriát, akinek lehet feedelni a területeket. Hogyha tényleg emellett megyek. Mert ez ugye Ausztriának megy, az 84, jó. Vagy pedig itt létrehozok valakit, vagy valamit. Persze ezeket vissza lehetne adni a magyaroknak, de akkor el... Hát végül is akár vissza is adhatjuk. Kikkel háborúztok ti most? Frankónia-Nassau háború. Mert akkor, mondjuk ha visszaadatnám a Return Course a magyaroknak ezeket a földeket, az összeset, amit lehet, tegyük fel. Akkor azzal ők megerősödnének. Vajon vissza tudom adni mindet? Az északiakat lenne így nagyon fontos, de az ABC az nem hallgat az ilyen logikára. Vagy, ja lehet ezeket elvesztették már, mert itt Nyitra volt. Ja, ez már Nyitra. Tehát ezeket tudnám visszaadni Magyarországnak. Hát meg ilyen nagyon bonyolult módon ezeket is.
De akkor mi lenne, hogyha ezeket mondjuk én foglalnám el? Tehát magyarokat így visszaadjuk, meg visszarakjuk mindent, amit lehet. Van még olyan terület, ami így érinti őket? Szerintem nincs. Temesvár már nem az. Temesvára van egy... Mi van nekem? Kor. What the hell? Szóval van egy korom Temesvára. Jó, meglátjuk a következő részben. Köszönöm szépen már a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!